Köszöntöm a Pécs TV nézőit, ez az eheti Sportma. Mai műsorunk témája egy nagyon érdekes világjáték lesz, ezt úgy hívják, hogy az orvosok világjátéka. Először nézzenek meg egy rövid összefoglalót, hogy hogyan szerepeltek a pécsi sportolók. Az idei orvosi világjátékok két legeredményesebb magyar versenyzője, a pécsi PVSK-s dr. Stefanovics Ágnes szülésznőgyógyász és Kácser Krisztina gyógytornász, aki ugyan nem Pécsett született, de a PSN ZRT versenyzője. Dr. Stefanovics Ágnes a World Medical and Health Games-en, azaz az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak szervezett megmérettetésen, súlylökésben, valamint diszkosz és kalapácsvetésben fölényesen maga mögé utasította a teljes mezőnyt. Kácser Krisztina 800, 1500 és 3000 méteres síkfutásban nyert. A pécsi Fitbike-ese versenyzője bíróné dr. Molnár Valéria a félmaratoni távon az abszolút kategóriában győzött. Háromszor állhatott a dobogó legfelső fokára dr. Mintál Tibor, aki 50 pillangón, valamint 100 és 400 méteres gyorsúszásban győzött. Az orvosi világjátékokon 1980 óta több mint 70 ország 100 ezer sportolója fordult meg. A World Medical and Health Games-en több mint 31 nemzet 1200 résztvevője összesen 20 féle sportágban állt rajthoz. Vendégem a stúdióban dr. Stefanovics Ágnes, aki az egyik legeredményesebb volt. Szia, üdvözöllek itt a stúdióban. Szervusz! Tavaly már találkozhattunk, akkor is indultál a világjátékokon. Egy picit mesélj nekem most, légy szíves, arról, hogy egyáltalán hogyan kell elképzelnünk, kik vehetnek részt, hogyan hirdetik meg, mennyien vannak ott a versenyen. Ez egy minden évben most már 35. alkalommal megrendezésre kerülő világjáték, amin egészségügyi dolgozók, illetve orvosok vehetnek részt. 24 sportág, körülbelül 2000 versenyzője vesz részt. Egy nagyon jó hangulatú egyhetes verseny szokott lenni az olimpia szellemében. Egy országok felvonulását jelképező bevonulása szokott kezdődni az egész rendezvény. Ez nagyon jó hangulatú, színes szokott lenni minden évben. Majd ezt követő az 5 versenynap, és a 6. nap a záró ünnepség is egy jól szervezett, hangulatos. Itt, amit látunk, az 3 aranyérem és 2 ezüstérem. Ezekre számítottál, ha jól tudom, akkor súlylökésben, diszkoszvetésben és kalapácsvetésben lett az arany, és gerelyben, illetve váltóban pedig az ezüstérem. Hogyan tudtál ennyi versenyszámra fölkészülni, illetve mi sikerült jól, mi sikerült egy kicsit gyengébben, mint ahogy tervezted? Annyit leszögeznék mindjárt az elején, hogy idén első alkalommal került megrendezésre a kalapácsvetés az orvosvilágjátékok történetében. Nekem ez a legerősebb számom, úgyhogy én ennek nagyon örültem. Így nyilván ez és a diszkoszvetés, ami a másik fő számom, ez volt, amit fő célkitűzésnek vettünk idénre. Minden dobó atlétának az életében a súlylökés az egy alap sportág, ezért az nyilván könnyedén ment. A gerelyhajítás és a 400-as váltó az hab volt a tortán. Mennyit kellett készülni, vagy egyáltalán hogyan zajlik a felkészülésed? Felkészülésem, ugye ez általában ez a június utolsó hétvégén kerül megrendezésre ez a verseny, úgyhogy ennek fényében, ennek tükrébe készültünk edzőmmel, Katics Kálmánnal, aki most már 5 éve segíti a munkámat, és nagyon eredményesek vagyunk együtt. Egy kemény téli, főleg konditermi alapozással kezdődik, és aztán utána tavasszal, kora nyáron kerülünk ki többet a pályára, és ekkor kerül a technikai rész előtérbe. Mennyiben más egy ilyen verseny, mint mondjuk egy országos bajnokság? Sokban. Tekintettel arra, hogy itt nem csak a fiataloké a szerep, hanem több korosztályban zajlik ez a verseny. 5 korosztályban, így a legfiatalabbaktól a 70 évesekig mindenki képviselteti magát, és ez jó, ez nagyon jó hangulatot teremt, és hát attól függően, hogy mekkorák a mezőnyök, azért
például diszkoszvetésben például egy mezőn képviselt a teljes női, tehát hogy egy futamba lettünk elindítva, és ez nagyon jó hangulatú volt, nagyon szurkolnak egymásnak, nyilván a többi korcsoport az nekem nem ellenfelem, így nekik sokkal jobban lehet szurkolni. Ki kell emelni, nagyon sok a lengyel versenyző, például nekik nagyon sok jó dobóatlétájuk van, és nagyon-nagyon barátságosak velük, nagyon jó kapcsolatot sikerült itt az elmúlt években kialakítani. Az osztrákok hoztak még nagyon jó mezőnyt, tehát hogy ott azért jó kis versenyek voltak. Hányszor készülsz egy héten? Hány edzésed van? Illetve gondolom az alapozás az teljesen más, mint mondjuk a tavaszi, a nyári edzés, ahogy mondtad is. Így van, tehát az alapvető felállás az, hogy téli időszakban akkor konditermi edzések, amíg dominálnak, és egy-két alkalommal, amikor az időjárás engedi, akkor megyünk ki pályára. Tavasszal ez fordul, ott a pályaedzések dominálnak, és az egy-két erőléti edzés az, ami a bent zajlik. Nyilván azért én dolgozom, tehát a munkahelyi elfoglaltságaim azért nagyban közben szólnak. Hála Isten, nagyon támogató környezetet kapok a munkahelyemen, munkatársaimtól, úgyhogy zömébe azért meg tudom csinálni a kellő edzés munkát. Többi magyarral, a többi magyar versenyzővel milyen a kapcsolatod, milyen volt a hangulat, a ti kis csapatotoknak a hangulata? Én egy dunaújvárosi gyógytornász hölgyel laktam együtt, és vele mentem, aki egyébként az egyik legjobb barátnőm, Kácsák Krisztina, egy gyógytornász. Ő rajta kívül a többi atlétával nagyon jó volt a kapcsolat, tehát hogy ők ott voltak. Akik egy kicsit el vannak tőlünk szivettelve, azok a labdajátékok, tehát azok valahogy egy kicsit úgy mindig kiesnek velük, általában azért utolsó nap szoktunk csak találkozni, tehát ott annyira nincs rá lehetőség. Lövészet szokott még hozzánk közel zajlani, úszás, úgyhogy oda azért át is megyünk, szurkolunk egymásnak, tehát ott próbálunk, amennyire tudunk, teniszezők is nagyon jól szerepeltek, ővelük is jó a kapcsolat. Mi tetszett neked most a legjobban? Gondolom az atlétikai versenyszámokon kívül melyik volt ez a sportág, ahol nagyon jó küzdelmek voltak? A lövészet tetszett nekem. Egy nagyon jó mezőny van. Érdekes, hogy nem is feltétlenül a fiatalok között. Olyan parás, tényleg egy-egy lövésen, egy-egy körön múló viadalok voltak, hogy hú, ott nagyon jókat lehetett szurkolni, meg izgulni. Mondtad, hogy neked a kalapácsvetés a fő versenyszámod. Te mikor kezdtél el az atlétikával foglalkozni, illetve hogy alakult ki a kalapácsvetés? Én kézilabdáztam, tehát hogy eredendően kézilabdás voltam. Ezt követően sérülés miatt kellett váltanom, amikor Németh Karola tanárnő, illetve a Janus gimnázium volt a bázisom sokáig. Majd ezt követően az egyetemi évek alatt volt egy kis szünet, és 2008-ban találkoztunk a Tics Kálmánnal, és akkor ő ismertetett meg a kalapácsvetéssel. Előtte Pécsen évek óta nem volt már kalapácsvetéssel lehetőség, és ő által, ahogy ő elkezdett edzősködni, ezáltal ismét megtelepedett ez a... Azért ez nem igazán egy női sportág. Te azért azt mondjuk el, vagy nem igazán női versenyszám, mert hát ugye a dobó atléták közül hát azért a gerelyhajutás azért több hölgy szokott lenni. Mitől különleges mondjuk egy edzés? Mennyiben kell mondjuk másként fölkészülni egy kalapácsvető versenyre, vagy mondjuk mint egy diszkoszvetésre, vagy súlylökésre, vagy akármi másra? Sokan nem tudják, hogy a kalapácsvetés az atlétikai ügyességi számok közül a rudugrással holtversenyben az legtechnikásabb. Magát a technikáját nagyon nehéz megtanulni, tehát körülbelül 2 év az, amikor az ember elkezdve tanulva ezt az új mozgást, körülbelül 2 év mire meg tudja csinálni majdnem tökéletesen ezt a mozgást, de akkor is még nagyon-nagyon sok hiba lehetőség lehet benne. Nagyon fontos a versenyszituációknak a megszokása, egy rossz mozdulat, egy pillanatnyi idegesség is el tudja rontani az egész mozgást. Még mondjuk diszkoszvetésnél és súlylökésnél van esély arra, hogy korrigálja a mozgását az ember, a kalapácsnál egyáltalán nincs. Tehát annyira, akkora erővel húz a kalapácsnál,
kalapács, hogy igazából csak sérülés kockáztatásával lehet korrigálni a mozgáson. Érdekes dolog, és szerintem ezt se tudják sokan, hogy hát a női kalapácsvetőmezőny, és ez Magyarországon nagyon erős, hát abszolút nem az úgynevezett dobó lány alkatok, tehát a legtöbb lány magas, vékony, izmos, tényleg egy na, kifejezetten csinos társaság egyébként az országos bajnokság mezőnye. A diszkoszvetés az más, tehát annak sokkal könnyebben tanulható a technikája, viszont egy nagyon jó kiegészítés a kalapácsvetés mellett, mert valami kell, tehát nem lehet mindig ugyanazt csinálni. Hol tudsz kalapácsvetéssel foglalkozni? Tehát nem mindenhol van olyan pálya, ami alkalmas erre a versenyszámra. Ez így van, jelen pillanatban Pécset a PVSK pályán van erre lehetőségem. Most hála Isten, május óta nagyon jó körülmények között tudok edzeni, egy nagyon jó minőségű körből, ketrecből tudok edzeni, ez korábban erre nem volt lehetőségem, de most május óta ennek nagyon örülünk, és nagyon köszönjük, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget. Ez volt a főversenyszám, vagy a főversenyed idén, vagy lesz még valami? Igen, ez volt a főverseny, erre voltunk kiélezve. Most meglátjuk, hogy ősszel szeretnék még egy egyéni csúcsot dobni, az most idén nagyon, nagyon hiányzik, mind diszkosszal, mind kalapáccsal bennem van, jó formában vagyok, úgyhogy még igazából nem tűztük ki azt a versenyt, ahol pontosan erre felkészülnénk, de egy egyéni csúcs az nagyon jó lenne. Volt-e már versenyed az idejében, ez előtt, a világjátékok előtt? Igen, egyetemi és főiskolás bajnokságon diszkoszvetésben értem el 3. helyezést, ott sajnos egyéb okok miatt nem tudtam a kalapácsvetésen részt venni. Ezt bánom is. Ugye azt mondtad, hogy támogató nagyon a munkahelyed, a környezeted, tudsz azért edzeni, viszont tudsz annyit edzeni? Tehát azért szülésznőgyógyászként ügyelned is kell. Ugye bent vagy rengetegszer éjszaka. Tehát hogy tudsz úgy készülni, hogy esetleg egy országos bajnokságra is föl tudj készülni, vagy az azért már álom? Tudok úgy készülni, meg lehet úgy oldani. Az ügyeletek mellett igen, nagyon nehéz, főleg úgy, hogy most az országos bajnokságot a korábbiakhoz képest már tavaly is és idén is egy másfél hónappal későbbre tették. Tehát azért ez az augusztus közepi időpont, ez felkészülés szempontjából nagyon rossz, nyilván szabadságolási időszak is van, tehát ilyenkor azért a munkám is jóval több. Régen, még júniusban volt az OB, azért jóval könnyebb volt felkészülni rá. Beszéltünk a világjátékokon, hogy 400-as váltóban is indultál, és tavaly is indultál, és rengeteget fejlődtetek. Igen. Hogy jött ez, hogy beáll 100 métert is futni, illetve mennyire törte meg a többi versenyre a felkészülésedet, vagy pont jól jött? Hál' Isten, egyáltalán pont jól jött. Igen, ezt kevesen tudják megint, csak a dobók általában nagyon gyorsak, tehát hogy általában rövid távokon és elég robbanékonyak is. És a felkészülésünknek is egy fontos része ezek a rövid, gyors vágták, úgyhogy abszolút beleillett a felkészülésbe, és nagyon örültem, mert a csapatsportákhoz szokott lelkemnek direkt üdítő volt, hogy ismét egy csapattal is tudtam szerepelni, és annak is a része lehettem. Tavalyhoz képest igen, nagyon sokat fejlődtünk, 10 másodperccel futottunk jobb időt idén, mint tavaly, sajnos a győzelemhez ez se volt elég, de majd talán jövőre. Ugye tavaly 3. lettetek, most 2., igen. Hogyan állt össze a csapat? Volt-e bármiféle korosztály meghatározás vagy korosztálygát? Így van, a Medigames szabályai szerint a váltót úgy kell összeállítani, hogy egy korcsoportban maximum 2 versenyző lehet, ugye a legfiatalabb korosztályhoz tartozok én, és a kis dunaújvárosi Kácsák Krisztina barátnőm ő szintén, úgyhogy a A kategóriát így mi ki is tettük ketten. Egy szolnoki kolléganő, Tóth Ildikó volt a 3. váltótagunk, és egy C kategóriás hölgy, egy idősebb hölgy, ő volt a 4. váltótagunk. Ennél optimálisabban nem lehet összetenni a váltót a szabályok miatt. Mennyit tudtatok együtt készülni? Mennyire volt begyakorlott ez a 4-es
Igazából Krisztivel mi begyakorlottak vagyunk, Ildikóval már tavaly is futottunk együtt, úgyhogy csak a negyedik tagunkat kellett beépítenünk ott helyszínen, de hát a váltásokat azt könnyen gyakoroltuk vele is. Ugye most Ausztriában volt ez a világjáték, előtte pedig Zágrábban, ha jól tudom. Elképzelhető-e, hogy egyszer Magyarország is rendez orvosi világjátékokat? 1997-ben Veszprém adott otthont az orvosi világjátékoknak. Mi nagyon reméljük, hogy most már lassan ismét visszatér Magyarországra. Az igazság, hogy az akkor ez a veszprémi rendezés, ez egy nagyon jól sikerült rendezés volt, és egy nagyon nagy löketet adott magának a világjátékoknak. Úgyhogy hát reméljük, hogy most már lassan visszatér. Ugye azt mondtad, hogy 35 éve, ha jól tudom, azóta rendezik meg, tehát 1980-ban volt először, és azért már több mint 100 000 sportoló megfordult ezen a versenyen. Általános az orvosok körében, hogy az, hogy sportolnak hobbi szinten, azt gondolom, de az, hogy fölkészülnek versenyekre és elindulnak, vagy az egészségügyi dolgozók, tehát mi lehet a célja ezeknek a küzdelmeknek? Nyilván mindenkinek, aki egy ilyen rendezvényen részt vesz, azért valamilyen sportmúltja van, ez az egyik. A másik, hogy egy orvosnak valamennyire példát is kell mutatnia a betegei számára, tehát nem hagyhatja el magát. Nagyon sok orvos van, aki teniszezik, fut, úszik, akár hobbi szinten is, de őnekik egy nagyon jó felkészülés és egy nagyon jó cél arra, hogy erre a versenyre felkészüljenek. Az idősebb korosztályok meg tényleg megdöbbentőek tudnak lenni. Egy példát elmondanék, egy kiskunhalasi, szintén szülésznőgyógyász kollega, Jeremiás Attila, aki hihetetlen módon nyerte meg korosztályában, pont a súlylökéstől is dobó atléta. Attiláról tudni kell, hogy ő veterán világbajnok szabadtéren, és lengyel ellenfele van, akivel minden évben parázs versenyeket vívnak, és az 5. sorozatig a lengyel ellenfél vezetett 12 méter 48 centivel, Attila utána 10 centivel, és a 6. sorozatban Attila hatalmasat dobott, 13 méter 51 centit dobott, és utána a lengyel ellenfele 13 méter 50 centit dobott, és tényleg utolsó sorozatban is 1 centivel nyert, tehát hihetetlen. Tudják a munkahelyeden? Tudják a kollégák? Tudják a betegek, hogy te sportolsz? Kollégáim tudják, nagyon szurkoltak, és nagyon támogattak, és szorítottak értem, és nagyon-nagyon örültek a sikereimnek. Betegeim is azért úgy nagyjából, ők főleg a médiából értesülnek róla, és ők is nagyon szurkoltak. Mondtad, hogy idén még az a célod, hogy egyéni csúcsot dobjál, mint diszkoszvetésben, mint kalapácsvetésben. Mi lehet a távolabbi célod? Mit tervezel? Meddig kívánod folytatni az atlétikát? Azért a dobóatléták azért jobban, tehát mondjuk egy futó vagy egy ugró azért 30 éves kora körül már általában abba szokta hagyni, de azért a dobóatléta még akár 40 évesen is versenyezhet. Így van, úgyhogy azért még úgy gondolom, hogy talán pár év van bennem. Jövő évben Limerickben lesz a Medigames, ez Írországban van, hát oda jó lenne még felkészülni és eljutni, aztán utána meglátjuk a továbbiakat. Ugye azért az aranyérmeket nézve nagyon szoros volt a mezőny, tehát mi volt az a, vagy melyik volt az a versenyszám, amikor elég nehezen nyerted meg, vagy mindenhol meg? Súlylökés. Súlylökés, nagyon jó mezőny volt súlylökésben, mind az osztrákok, tehát nyilván osztrák rendezés, nagyon jó csapat találtak ki, remek, több próbázó hölgyek, gyógytornász hölgyek jöttek, tényleg nagyon ügyesek voltak, illetve a lengyelek is nagyon erős csapattal jöttek, ugye másik klasszikus dobó nemzet lengyelek, őtőlük is nagyon erős ellenfelem volt, úgyhogy tényleg centikkel nyertem csak, de hála Isten sikerült. Ugye ezt mondtad az előbb, hogy van veterán világbajnok is, aki részt vett a versenyen. Volt-e olyan nagy név most, akár nem muszáj pont az atléták között, vagy találkoztatok-e olyan sportolóval, aki mondjuk akár világbajnokságon, akár Európa-bajnokságon, vagy olimpián korábban részt vett, és most orvos, vagy az egészségügyben dolgozik, és itt volt, vagy ilyennel nem találkoztatok? Hát igazából pont barátnőm Kácsák Krisztina az, aki többszörös magyar bajnok, magyar válogatott, többszörös Európa-bajnoki résztvevő, tehát pont Kriszti az egyik.
De mondjuk azt tudni kell, hogy azért az orvosi egyetem nagyon nehéz. Mm. Tehát az élsport és az orvosi egyetem az kicsit nehezen összeegyeztethető. Úgyhogy olyan nagyon nagy névvel nem találkoztam. Most akkor hogy zajlik a felkészülésed? Mikor edzel? Hányszor egy héten? Vagy most van egy kis pihenő? Hát most van egy kis pihenő. Az igazság, hogy diszkoszvetés során egy kisebb sérülést szenvedtem, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy ezt pihenjem, kigyógyuljon meg, és hát jövő héttől tervezzük, hogy ismét elkezdünk edzeni, és hát akkor valahova kitűzzük azt a célt az őszre. És akkor a PVSK pályán, vagy azért máshol is vannak edzéseid? Vagy hogy zajlik? Kalapácsvetés az mindenképp a PVSK pályán, erre Pécset máshol igen, nincs lehetőség. A diszkoszvetésre a kedvenc helyünk az a László Zita tanárnő jóvoltából a Pécsi Tudományegyetemnek a ifjúságúti pályája, oda szoktunk még járni, illetve szintén az egyik pécsi konditerem, aki támogat minket, és oda szoktunk járni, ez a Megyeri tére van. Én nagyon szépen köszönöm neked, Ági, hogy elfogadtad a meghívásunkat, további sok sikert kívánok, gratulálunk a 3 aranyéremhez és a 2 ezüstéremhez, és akkor jó pihenést a nyára, és reméljük, hogy meg lesz idén az a 2 egyéni csúcs. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pécs TV nézőitől is búcsúzom, ez volt erre a hétre a Sportma, jövő héten találkozunk, viszontlátásra.